Ha szeretnél menő PG-17-es termékeket venni, akkor nincs más dolgod, mint megkeresni a leírás legfeljebb sorát, rákattint a linkre, és már kedvedre válogathatsz is. Ha van egy kis időt, kérlek, kövess be az Insta és Facebook oldalamat, ugyanis itt mindig kapsz értesítést az újabb videókról, és hogyha bekövetsz, akkor minden 500. vagy 1000. betűm után fogok PG-17-es termékeket sorsolni. Istenem, sziasztok srácok, hello! Reggel van, ágyba kelek, ágyba videózok, minden! Sziasztok srácok, hali, Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban. Hello! Sziasztok! Nos, kedv van, ugye, hogyha minden igaz, ha jól emlékszem és ismerem még a napokat. Szóval, ja, azt mondom, hogy igen, kedv reggel van. És nektek már délután, amikor ezt a videót látjátok. Na jó van, igazából nem keddenként viszik a szemetet, szóval igazából azzal kezdek, hogy szerintem a szemetet azt kiviszem. Aztán nem olyan gyorsan fát vágni, meg ilyesmi cuckat csinálni, kiszíjak is. Kicsit, hogy látom lent aludt, mert nem tudom. Szeret lent aludni. Jó, gyors, szépen felpakolok mindent. Kaja, stb. Gyorságítam meg ilyesmi, és akkor gyors a szemetet dobjuk ki. Nálam maradt egy kis tölgyfölevél még szerintem tegnapról. Jó, oké, és na, kuka, és ide szépen gyors bele dobunk mindent, így is van. Na jó, nos, akkor srácok, körülbelül így ennyi a dolog. És akkor, hát az ágyat szerintem berendezni már, és beágyazni nem kell, mert Minecraft eléggé nehéz lenne beágyazni meg minden, szóval, ja. Ide nem lehet kimenni? Vúv, Dani. Mondjad, kis! Mondjad! Úgy tűnik, hogy kisnek kell valami. Na nézzük, hogy mit szeretnél, kis. Hol a csontom? Milyen csontod? Mondjad. Itt a kajám. Itt a reggelid amúgy. Tényleg amúgy meg kellett volna ézelnem. Reggeliztetem. Tudod a kedvencem? Hát nem tudom, hogy hol van. Hát hova raktad? Hova raktad a csontodat, kis? Mert én nem tudom. Én azt nem tudom, hogy te hova rakod a csontjaidat. Úgy először a szemetesbe. Mi van? Szemetesbe? Ki is? Hallod? Miért rakod a szemetesbe a csontodat? Vagy így... azt hittem csak holnap jön a kukás se. És nem viszont is elvitték. Istenem! Istenem, kis. Aj, kis. Vúf, szia. Kis. Elvitte a kukása a kukát. Szerezz vissza, Dani, légy cím. Jó van, elmegyünk a kukás telepre. Istenem, és a szemét telepre. Srácok, Istenem, kis annyira béna, hogy belerakta a csontját a kukába, és most mehetünk el visszaszerezni, nagyszerű, mindegy. Tudom, hogy hol van a szemét telepen, mert igazából régóta itt lakunk. Szóval ezzel talán nem lesz gond. Istenem, de hogy ezzel most komolyan szenvedünk kell, mert hogy kis oda rakta véletlen a csontját, és én nem tudtam, na mindegy. Jó van, oda megyünk szépen a szemét telepre, aztán vagy megpróbáljuk megtalálni, vagy megkérdezzük a valamilyen főnököt, vagy valakit ott, hogy úgy van a bejárat, ahogy látom. Vagy nem? Ja nem, ez csak valami, nem tudom mi. Mindegy, jó, megkérdezik akkor lehetőleg a főnököt, vagy nem tudom. Sziasztok, hello, itt vannak az alkalmazottak, vagy nem tudom ezek kik. Kukás ember, hello, jó napot, maga lenne itt valami, nem tudom, valami, nem tudom, maga itt dolgozik? Üdvözlöm, jó napot, szóval, igen, mi a probléma? Hát röviden igazából az a probléma, hogy a kutyámnak a... Nem szép dolog így beállítani, jó, tudom, meg minden, de eléggé fontos dolog. A kutyámnak a csontját véletlen kidobtuk, és vissza szeretném kapni. Vagy valami így ilyesmi, mert hát, ja, eléggé fontos lenne. Haha, hát a szívás, wow. Köszönöm szépen, hogy így áll hozzá, vagy nem tudom, de mindegy. Szóval, akkor nem kaphatom vissza, sajnos nem áll módunkba vissza, visszatéríteni önnek. Hát ez csodálatos, akkor most mit csináljunk? Annyit elmondaná, hogy legalább itt van a szemét lepen, vagy valami. Amit ezzel kirovott, az ide került. Értem, de... Haj. Igen, itt van. Hát ez csodálatos, de... Hol lehet egyáltalán? De ha most megbocsát... Igen. Akkor ebédszünetem lesz. Hát jó, nyugodtan menjen, vagy nem tudom. Igazából, hogyha annyira akar. Szóval viszlát. Amúgy srácok, azt akartam mondani, hogy itt van lent valami. Nem tudom, hogy ide kéne nekem lemenni. Megpróbáljuk? Istenem, de miért került volna ide kisnek a csontja? Illogikusan, nem tudom, lehet, hogy itt kéne valahol körbenézni. El is tűnt a kukás ember. Jó, megpróbálok ide bemenni, viszont... Jó, magunk után becsuktam, aha! Ide le lehet jönni. Jó van, remélem, hogy nem fogja észrevenni, hogy én ide lejöttem. Vagy nem tudom, aha! Gondolom, hogy erre kell menni, mert erre van kifáklyázva. Hulladékok főtérsége, aha! Hogy ide vannak lerakva a hulladékok, vagy nem tudom. Gondolom, hogy ez az akar lenni. Na mindegy, nézzük meg, érdekesnek tűnik így alapból, hogy... Ó!
Aha, itt egy lávás cucc van. Jó, oké, és ezen végén menjünk eléggé könnyedén, nem hiszem, hogy ezzel problémánk adódna, legalábbis itt nagyon remélem. Amúgy a Dani Kaland, Kalandok csatornámon amúgy vannak hasonló akadályok, hogyha valakit érdekel amúgy azt, azt a csatornát nyugodtan megnézhet, ugye Dani Kalandok az a neve. Meg van egy csomó másik csatornám a leírásban, amúgy megtaláljátok mindet. Érdekes srácok, nem tudom. Nagyon-nagyon furcsa ez egész. Nem tudom, hogy egyetlen most hol vagyok. Tehát ugye szemétlepen ilyen izék vannak, ilyen izék, cuccok. Fogalmam sincsen ez így, hogy megy, vagy nem tudom. Jó, oké, ez nem kellett volna. Ez nagyon nem kellett volna. Oké. Jó, rendben van, és itt nekem tovább kell jönni. Itt nincs semmi. Oké, szóval nem ide kell jönni. Akkor. Aha. Talán erre? De ki az, aki egy ilyen szemétlepet csinál, hogy így el vannak rejtve a dolgok? Vagy nem tudom. Tehát, hogy ez így mi? Ezt így nem teljesen értem, hogy ez így... hogy működik, vagy nem tudom. Jaj. Ez itt mi? Most komoly? És ide minden nap bejárnak az alkalmazottak, és végigvisznek egy ilyen jumpot? Vagy mi? De komolyan. Wow. Jó. Jézusom, mennyire jól jumpolok. Jézus Isten, mennyire jó. És a végén. Lol. Itt van egy... Jó, itt van egy blokk, ahol fel lehetett volna menni, mindegy. Jó, oké, megcsináltuk, ennyi volt konkrétan ez a írtóban az olyan nehéz jump. És, aha, itt pedig egy vasutas cucc van, és itt egy piros gyapjú. Ú, nekem le kell kraftolni, oké. Jó, megcsinálom, nem lesz probléma. Jó van, remélem, hogy jó helyre jövök, mert hogyha nem, akkor megőrülök, mert nem tudom, hogy fogok innen egyetlen kijutni. Vagy nem tudom. Na jó, csinálok igazából biztos, hogy kedvéért még egy csillét, hogy vissza is tudjak majd jutni, hogyha úgy van, vagy nem tudom. Jó, na go. Nézzük meg akkor, hogy merre fele vezet. remélhetőleg tényleg kis sontjához vezet, vagy nem tudom. Mert megörülök tényleg, hogyha nem, de Jézusom, mennyit kell itt menni. Ott van valami üveges cucc. Meg, jaj. Jó, oké, itt egy virág. Jaj, nem, elment a zombia. Oké, még jól csináltam még egy csillét. Elment a zombia csillémmel, wow. Jó van, oké. Ezeket a zombikat kinyírjuk, nem tudom, ezek hogy kerültek ide és miért kerültek ide. De valami csodálatos. Jó, oké, meg vagyok. Jó, oké, balra vagy jobbra? Igazából a VR erre vezet. De, én oda biztosan nem fogok. Most odaig nekem le kéne mennem. Ott egy tábla. Nem tudom, mi van odaírva. Nem tudom, mi van odaírva, de én először elnézek erre, mert nem akarok kockáztatni. Én úgy odáig. Halljátok, visszajött a csillével a zombi, én kiégek. Ez de menő. Na jó, nem akarok kockáztatni, én oda megyek, először erre fele megyek el. Mert tényleg most oda lemegyek és nem ott lesz, akkor megőrülök, tehát hogy... Ja? Jó... Ez kicsit sokáig vezet, nagyon remélem, hogy nem lesz az a végre kiírva, hogy... Rossz irányba jöttél, nem ezt kellett volna keresni, vagy valami ilyesmi. Itt ki van nyitva valami. Szerintem erre kellett jönni, legalábbis nagyon úgy tűnik, ahogy látom. Mi van itt? Ez így mi akar lenni? Mi ez? Személytelep tároló helység. Aha, értem, tárolóhelység, de most mit kell nekem csinálni? Itt van egy csomó gyapjú. Ezt ki kéne szednem, vagy nem tudom igazából. Megpróbáljuk ezt kiszedni, vagy nem tudom igazából. Ott, oda kell egy kulcs. Szóval, mi a kukás ember? Uram. Hello. Szia, jó napot. Miben segíthetek? Hello. Mi a probléma? Nem megmondtam, hogy ne kutakodjon ott? Nem mondott semmit, hogy ne kutakodjon, csak annyit, hogy nem adja vissza a cuccomat. De azt nem mondta, hogy nem is vehetem vissza. Tehát, ja, na mindegy, ide hogy bírok bejutni amúgy? Már így megkérdezze, hogy már így itt vagy. Érdekelne. Nem tudom, azt hittem, ez logikus. Hát honnan gondoltam volna? Hát most, ember, annyit mondtál, hogy izé, na mindegy. Hát ja, mindegy, igazából csak a kutyám csontjáért jövök, vagy nem tudom, az itt lesz, vagy egyáltalán nem itt lesz. Szóval így, az annyi érdekel, hogy egyetlen. Ó! Aha, itt lesz, igen, itt lesz. Lol, oké, akkor oksa. Nem akar segíteni? Kiszedni ezt a cuccot? Akkor már legalább, hogy itt van. Várjon, adok önnek egy izét. De fizetnie kell. Jó van, majd kifizetem, vagy valami, csak segítsen már ezt addig kiszedni. Nem tudom, hogy hány kulcs kell, hogyha jól láttam, legalább 3. Vagy valami. Jó van, vissza, nem tudom, kifizetjük, nem tudom, hogy mennyibe fog kerülni, de izé. De ez drága lesz önnek. Jól van, nem érdekel a kutyámért, bármit elvileg, ugye. Ja. Jó van. Gyors szépen keresi. Ó, meg is van. 3 darab kellett? Gyors, megnézem, srácok. Nem tudom, hogy pontosan mennyi kellett. 4 darab kell. Aha, mindegy, akkor ezt a 3-at így lerakom. Jó. Még egy darab. Jó, még egy darab kell. Egy darabot szerintem az gyors, megtaláljuk, nagyon remélem.
Gyors, itt elkezdek szépen ásni, ezt szállam, ötleg valamerre. Erre lesz, de amúgy nem azért. Aha, megvan. Lol. Ha! Megtaláltam egy idő alatt, lol. Nagyon király vagyok, pont ott kezdtem mindenhol ásni, ahol volt, vagy is kellett, hogy legyen. Na, kukás ember úr. Jó, mindegy, menjünk be. Na, ott egy láda. Itt nincs semmi más. Aha. Itt van kis sontja. Oké, és jó, megvan a szem. Oké, én szerintem felveszem a gyémánt szeptemet, vagy nem tudom mi ez, amit itt találtunk. Oké, király, tetszik. Mi az, ezt is megveszi? Persze, igen, megveszem. Köszönöm szépen, uram. Nagyon köszönöm tényleg a segítséget, meg mindent. Egy öröm volt önnel találkozni, szóval szép napot. Ne. Jó. Oké, gyors, menjünk. Jó, oké, én lerázom, nem érdekel mit, mivel. Hozzunk el innen gyorsan. Jó. Oké, kiásom magam a csácok gyors, és akkor gyors megszökünk. Szegényizi, ezt még megbánja. Hát, köszönöm szépen a cuccokat, amúgy uram, tényleg nagyon kedves. Meg minden. Jaj, ne, és mindent elvitt, haha. Jó, megvan kis sontja, srácok, meg találtuk egy csomó gyémánt cuccot, meg ilyeneket. Szóval király, jó, nem csak a csontot szereztük vissza, hanem egy csomó plusz dolgot ráadásul. Szóval, ja, hasznos volt ez a videó, és itt vagyunk egy falu mellett, de ez nem a mi házunk. Merre van a otthon a kukástelep, jó. Akkor arrafele lesz szerintem a mi házunk. Szerintem, nem tudom, hazafussunk még gyors kishez. Jó, hazafutunk gyors kishez, hogy legyen egy kis, nem tudom, látványosság, hogy lássátok, hogy kis mennyire fog a csontnak örülni, meg minden, szóval akkor ezt gyors megcsináljuk. És akkor kissel legalább el tudunk együtt köszönni. Szóval, ja, azt mondom, hogy erre van a ház, hogyha minden igaz. Így is van, ott van a házunk, mondjuk jó messze van, azért Jóskat eljöttünk, de tényleg. Jóskat kellett mászkálni össze-vissza, ezért az egy darab kedvenc csontjáért, kis kedvenc csontja. Istenem, Csórik is halljátok, hogy mennyire buta volt, hogy tényleg a kukába rakta a csontját, nem tudom miért, de mindegy. Na jó van, kis, jövök hazafele, kis, megvan a csontod, hurrá, fúf. Na, kis, itt van a csontod, tessék, parancsolj, Istenem. Tudod, hogy mennyit kell a kettőző szemben, fúf, köszönöm, hogy nagyon ügyes vagy. Hát, köszönöm szépen, kis. Na jó van, srácok, köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a videóban, hogy tetszett, hogy elkezdjétek fel a csatornámra, és ne félsd kell, hogy ez a videó utánk kezdődik a következő videó a Dani Kalandok csatornámon. Ott találkozunk, de tényleg ott kezdődik, srácok, a leírás megnyitjátok, vagy beírjátok a böngészőbe, hogy Dani Kalando, Dani Minecraft, bocsi, Dani Minecraft, és ott kezdődik a következő videóm, egyből ez a videó után, szóval ott találkozunk, és nagyjából így ennyi, hogyha például semmiket akartok, akkor meg leírás legfeljebb sora. Na ennyi, na, sziasztok!